Sorra intik le az autókat ezen a zalaegerszegi útszakaszon a rendőrök. Civil ruhás kollégájuk az utca elején áll, és rádión jelenti a szabálytalanul közlekedőket. A legtöbbjüket övhasználat és telefonálás miatt bírságolják meg. Először is nem azért fontos, mert hogy a rendőr ezt látja, nem látja, megbírságolja vagy nem bírságolja meg a járművezetőt. Ez mindenkinek elemi érdeke, hogy a biztonsági eszközöket használja az autóban, hiszen ezzel a balesetek kimenetele nagymértékben csökkenthető. Akár adott esetben még a halálos balesetet is meg lehet úszni a passzív biztonsági eszközök használatával. A cél a balesetek számának visszaszorítása. Szegleti Gábor évente 10-15 ezer kilométert vezet. Mint mondta, a saját biztonsága az első, ezért mindig betartja a KRESZ-ben előírtakat. Sebességhatárokra mindenképp muszáj odafigyelnem, mert sokba kerül. Az autó biztonsági elemei pedig a saját jól felfogott érdekem, hogy jól működjenek. Saját érdekemből tartom fontosnak, ezek védenek meg menet közben és baleset esetén. 2022 az elmúlt három év legrosszabb statisztikáit hozta, derült ki az ORFK adataiból. Eszerint 13.499 személysérüléses baleset történt 11 hónap alatt az országban. A tavalyi év baleseti mutatói Zala megye vonatkozásában nem voltak kedvezőek, különösen a halálos balesetek száma emelkedett. Éppen ezért is fontos, hogy rászorítsuk a közlekedőket, nem csak vármegyei, hanem országos szinten arra, hogy amit meg lehet tenni a balesetek megelőzése, vagy a súlyossági fok csökkentése érdekében, azt tegyék meg. A rendőrök tapasztalatai szerint sok sofőr fittyet hány a szabályokra és a biztonságra. Ezt példázza, hogy már az egyhetes akció első napján több mint 100 gépjármű vezető kapott büntetést.